Európa területének jelentős részét pár ezer évvel ezelőtt erdők borították. A történelem viharai és a társadalom növekvő igényei miatt kontinensszerte egyre több erdőt írtottak ki. Amire szükségünk volt, elvettük. Fáját építőanyagnak használtuk, kiirtásával lakható területekhez, termőföldekhez, legelőkhöz jutottunk. A 20. század kezdetére sok helyen alig maradt erdő, ezért komoly telepítő munkába kezdtek Európa szerte. Az erdősültség ugyan növekedett, de főként faültetvények vagy idegen honos fafajokból álló kultúrerdők jöttek létre. Napjainkra Európa erdőborítása elérte a 35%-ot, miközben utolsó őserdeink nagy része is ezekben az évtizedekben tűnt el. Mára alig maradt valami belőlük. Kontinensünk mai erdőinek képét meghatározza az emberi beavatkozás. Szinte bármerre járunk, többnyire őshonos fajokból álló, de a gazdálkodás szempontjai szerint kialakított erdőket találunk, ahol leginkább faanyag termelés folyik. Pedig harmaduknak elsődlegesen valamilyen védelmi funkciót kellene betöltenie. Az európai erdők többsége emiatt fajokban és élőhelyekben elszegényedett, így a szolgáltatásait csak korlátozottan tudja ellátni. A természetes erdők, erdei élőhelyek azonban fontos szerepet tölthetnének be. Változatosságuknak köszönhetően ellenállóbbak, és számos olyan dolgot nyújthatnak környezetüknek, melyre az egykorú, csupán néhány fafajból álló gazdasági erdő nem képes. Állapotuk javítása ezért a természet és a társadalom érdekeit egyaránt szolgálja. Ezt a célt többféleképpen el lehet érni. Szükségünk van fára, ezért a faültetvények, kultúrerdők mellett őshonos fafajú erdeink egy részében is indokolt valamilyen mértékű fakitermelés. A mai napig jellemző, vágásterületeket létrehozó erdőgazdálkodás helyett sok esetben lehetőség lenne az élőhelyi változatosságot szem előtt tartó, idős faegyedeket megőrző, kíméletesebb gazdálkodást folytatni, így fenntartva a folyamatos erdőtakarót. Szinte mindenhol segíthetjük a természetes sokszínűség növekedését. Furcsának tűnhet, de egy homogén szerkezetű erdőben ennek egyik legfontosabb eszköze a fűrész. Az egykorú fák közül néhányat kivágva utat nyithatunk a természetes újulatnak. Méretben, fafajokban változatosabb, többkorú erdőt tudunk így létrehozni. Fontos a táplálkozóhelyek, élőhelyek, mikroélőhelyek gazdagítása is, például odúk kihelyezésével. A legtermészetesebb erdőket akár magukra is hagyhatjuk, mert ezek önszabályozó módon működnek. Változatosságuknak köszönhetően ellenállóbbak a kihívásokkal szemben. Az is fontos cél, hogy állapotukat javítva bővüljön az ilyen erdők köre, amihez a természetvédelmi erdőkezelés eszközeivel tudunk közelebb kerülni. Új ismeretekre alapozva erdőinket kíméletesebben tudjuk használni, kezelni, megőrizve természeti értékeiket. Így szélesebb körben tudják ellátni szolgáltatásaikat, ezáltal biztosítva számunkra is élhető környezetet.